törvény írja elő, hogy a földhasználóknak kötelességük gondoskodni a parlagfűmentességről. Korábban ezt június 30-áig kellett elvégezniük a tulajdonosoknak, az új jogszabálymódosítás értelmében azonban a vegetációs időszak végéig fenn kell tartani ezt az állapotot. Tapasztalatok szerint ez szeptember végéig, október elejéig tart. Idén Baranyában már érkezett egy bejelentés a növény- és talajvédelmi főosztályhoz, tudtuk meg a kormányhivatal munkatársától. Ez egy belterületi önkormányzati ingatlant érintett, de ebben az ügyben sem került hatósági eljárás lefolytatására, mert az érintett önkormányzat a parlagfűmentesítési kötelezettségének a helyszíni szemle megkezdéséig eleget tett. Azonban, ha a földtulajdonosok nem végzik el a gyomnövény kiirtását, komoly összegeket is fizethetnek. A növényvédelmi bírság ugyanis 15 000 forinttól 5 millió forintig terjed. Ez függ a terület nagyságától és a fertőzöttség mértékétől. Minden esetben ott, ahol a jogszabály sértés megállapításra kerül, ott a hatósági eljárás megindul és növényvédelmi bírság kerül kiszabásra, illetve ha olyanok a jogszabályi feltételek, akkor közérdekű védekezés is elrendelésre kerül, aminek a költségét szintén a hibázó gazdálkodónak kell megtérítenie. A magánszemélyek saját telkükön kötelesek a gyomnövényt felszámolni, míg a közterületeken a városgazdálkodás végzi el ezeket a feladatokat. A parlagfűmentességet folyamatosan ellenőrzik a kormányhivatal munkatársai.